szeretném bemutatni Kovács Esztert, és fogadjátok szeretettel. Úgyhogy át is adom a szót. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek így elsőként. És hát amikor előad az ember, ugye azt szokták mondani, hogy mindig valami frappáns dologgal érdemes kezdeni, hogy a közönségnek megnyerjük a figyelmét. Na most én arra gondoltam, hogy első körben nem is én szeretném megnyerni a figyelmeteket, hanem beszéljenek kicsikét a fényképek helyettem, hiszen... Még működik is, szuper. Hiszen ki nem szeretne mondjuk egy szép napos délutánon, egy ilyen gyönyörű, szép, zöldhöves környezetben ilyen szép kilátással sétálni, miközben a kerítés mögül ilyen kedves kis tehenek kolompjait hallgatjuk, vagy ilyen kedves kis tehenek kolompjait hallgatjuk, vagy pedig ki ne szeretne egy ilyen kilátásra ébredni minden reggel, és egyébként viccet félretéve, én tényleg heteken keresztül, amikor ott voltam, ilyen kilátásra ébredtem. Ezek mindegyik ilyen reggel 5 és 7 óra között készültek, ugyanabból a kettő ablakból. És látszik is egyébként, hogy mennyire fontos egy ilyen helyen az, hogy ugye milyen az időjárás, hiszen itt láthatjuk, hogy mennyire szép a szivárvány, mennyire szépek a felhők. Itt is szépen, mennyire szépen a felhők. És egyébként tényleg, tehát ez ugyanaz a kettő ablak, szóval amit itt láthatunk, ugyanazokból a szögekből. Úgyhogy tényleg lélegzetelállító, ez mondjuk pont, amit említettünk, nem annyira egyenesen készült fénykép, és ami nagyon érdekes még, hogy azt majd a térképen később megmutatom, hogy amit itt látok, ez 3 ország. Tehát, igen. Tehát itt látható, hát nem látható, de itt lenne körülbelül a Bodeni-tó, és akkor, ahogy megyünk szépen, itt látható Ausztria, itt lenne Svájc, talán egyiket azt már annyira nem látjuk, és ez pedig az egész Németország. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy lényegében, hogyha az ember ezen a környéken szeretne bárhová elmenni, akkor biztos, hogy napi szinten fog megfordulni a 3 országban. Tehát nekem is kb. 200 SMS-en van így 5 hétről arról, hogy üdvözlünk Németországban, üdvözlünk Svájcban. Üdvözlünk Németországban, üdvözlünk Svájcban. Egyébként a svájci hálózat sokkal jobban működik, mint a német, szóval érdemes arra átkapcsolni, hogyha valaki arra jár. Na de hogy akkor hol is vagyunk pontosan? Itt egy ilyen nagyon jó kis Wikipedia-s térképet behoztam, mert még mindig a 100 találat közül ez volt a legjobban, vagy ez mutatta a legjobban. Ugye erről a kis részről fogunk beszélni, ez amit ugye a németek Allgäunak hívnak, tehát az én nyilván a Bajor Alpok. Ennek is tulajdonképpen én most erről a kis alsó csücskéről fogok beszélni leginkább. És az egyébként a nagyon jó ebben a régióban, hogy ezt egyébként szerintem így a magyarok körében annyira nem ismert. Tehát mondjuk a németeknek azt mondjuk, hogy én voltam az Allgäuban, vagy megyek az Oberallgäuban, amiről majd ugye fogok beszélni, ez az alsó kis csücske az Allgäunak, akkor mindig el vannak állva, hogy úristen, hát az mennyire szép, mennyire jó neked. Még Magyarországon körülbelül egyébként, akiknek meséltem róla, az emberek fele azt se tudta, hogy Németországnak van egy ilyen része. Mondjuk azért látszik is egyébként, hogy tényleg itt ugye mennyire benne van Ausztriában, és az az érdekes, hogy itt megy egy út, ami megy körülbelül 3 településen keresztül Ausztriában, és vége van. Szóval ez az összeköttetés, de ez is mindjárt majd látszani fog a térképen. És hogy én hogyan kerültem ide, ez egyébként egy nagyon érdekes történet. Én dolgoztam ezen a részen, szóval hogy nem nyaralni voltam, azért is van az, hogy körülbelül olyan 3 hónapot töltöttem itt. Egy nyelviskolának ilyen nyári táboraiban, meg egész éves iskolájban dolgoztam, és akkor ott szerveztük a gyerekeknek, felnőtteknek a szabadidős programokat. Tehát egy része azoknak a dolgoknak, amit bemutatok, egyébként konkrétan így a munka során készültek, szóval ezért is egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a helyet. Illetve most ezen a nyáron egy kb. 5 napot voltam konkrétan nyaralni, konkrétan pihenni ott, tehát egy picit más szempontból is megtapasztalhattam ezt a környéket. Szóval azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy úgymond nem is az, hogy éltem ott, de azért mégis inkább egy ilyen mindennapi életmódot folytattam, sokkal jobban meg tudtam ismerni, tehát lesznek majd benne olyan dolgok, amik tényleg olyan helyeket szeretnék mutatni, amiknek egy részének konkrétan Wikipedia-ja volt, de nincsen, pedig azért manapság szerintem a Wikipedia, de olyan dolognak is van már, ami nem is létezik. Na igen, hogy hogyan kerültem ide. Ugye amikor először felvettek erre a munkára, akkor volt az, hogy válasszunk igazából iskolát, hogy hova szeretnénk menni. Na most egy normális ember ilyenkor azt csinálja, hogy szépen utána néz a helyeknek, hogy akkor itt ez van, itt az van. Na most én megnéztem ugye a prospektusban, már 2021-22-ben nyilván mindenki prospektusból szokott helyeket választani. Én megnéztem a prospektusban, így végiglapoztam, megnéztem a képeket, és megláttam ezt a hegyet itt. 5.
És akkor gondoltam, hogy ne, ez nekem tetszik, jó lesz. És akkor nekem ennyi volt a kutató munka, amit ebbe beletettem, visszaírtam, hogy akkor én ide szeretnék menni. Nekem elképzelésem nem volt arra, tehát én is egyébként abban a kis csapatban tartoztam, akinek fogalma nem volt arra, hogy ez a hely létezik. Szóval elképzelésem nem volt arra, hogy én ilyen szép helyre megyek. De annyira nem volt elképzelésem se arra, hogy én ilyen szép helyre megyek, hogy amikor ültem a vonaton, mindig fényképezgettem, hogy ez a hely milyen szép, az a hely olyan szép, de így utólag tök butaság volt egyébként, mert hogy mindig csak egyre szebb lett, tehát utána töröltem ki mind a 100 fényképet, amit csináltam a vonatból, mert semmi értelme nem lett volna őket megtartani. És még emlékszem, hogy amikor kocsival mentem másodjára vissza, mert így egyik helyről át kellett mennem a másikra, akkor is fényképezgettem azt a hegyet minden irányba, hogy úristen, de szép, úristen, de szép, és én nem fogtam fel, hogy amúgy én ide megyek, hogy nekem az a célállomás, tehát felesleges megállni minden busz megállóba és fényképezgetni, mert ezt fogom még nézni hónapokon vagy heteken keresztül. És egyébként én nagyon sokszor szoktam azt, amikor valaki megkérdezi, mondjuk ha elmegyek egy nagy tréningre, vagy valami egyetemi órán megkérdezik, hogy hú, hát akkor milyen elvárásokkal érkeztünk oda. Én általában azt szoktam mondani, hogy nekem nincsenek elvárásaim, mert akkor veszek csalódni fogok. És ez egyébként egy nagyon jó példa adnak arra, hogy ha nincsenek elvárása az emberek, és tényleg csak úgy megy oda, hogy jaj, úgy is jó lesz, akkor mennyire sok meglepetés érheti. És akkor nézzük még egyszer, hogy hol is vagyunk pontosan. Ugye azért vágtam így csak a Németországnak az aljában, mert azt gondolom, hogy azért azt így nagyjából mindenki tudja, hogy Münchent hol helyezzük el Németországon belül. De hogy hogyan lehet ide jutni, mert az egyébként egy picikét macerás. Ugyanis, ahogy mondtam, magyar turistát egyébként én még itt magamon kívül nem láttam, vagy olyat, akit mondjuk én vittem oda nyilván. És én azt gondolom, hogy nem is nagyon járnak egyébként mások sem, esetleg nem tudom, síelni talán, mondjuk én nyáron voltam ott, szóval ezt így nem tudom. De azért nem elérhetetlen, nem is annyira könnyű ide jutni. Tehát én amennyire amúgy nagyon ellene vagyok annak, hogy kocsival menjünk bárhova, ide kocsival kell menni. Van egyébként vonat, szépen Münchenből meg Augsburgból megy itt egy ilyen vasútvonal, leamnéket óránként jár vonat, szóval ha valaki, nem tudom, biciklizni szeretne menni, arra tök jó, bár ott is kell vigyázni, mert nem mindig lehet ugye, tehát meg vagy mennyi biciklit lehet vinni a vonatokon. De alapjárat, amíg kocsival érdemes menni, már csak azért is, mert hogyha ott van az ember, az tök jó, de hogy ugye onnantól kezdve még mondjuk föl kéne jutni a hegyre félig, hogy onnan föl tudjunk rá túrázni. Mert nagyjából egyébként így ezen az egész részen kb. 700-800 méterrel vagyunk a tengerszint felett, és a hegyek, amiket mutatni fogok, azok ilyen 1800-2000 méter magasak. Szóval azért még így is kell mászni, annak ellenére, hogy viszonylag magasról indulunk. Szóval azért is azt mondom, hogy egyébként érdemes kocsival menni. Tehát, hogy van vonat, tényleg óránként jár tök jó, de érdemes kocsival menni. És akkor ugye, most egy pillanatra visszalépek. Ugye kettő része van lényegében, amit így lehet mondani az Algojnak. Ugye van ez a Nyugat-Algoj, én itt voltam valamennyit, itt ezen a településen, illetve van az Ober-Algoj, amiről nagy részt fogok beszélni, hogy azért Ober, mert ugye ez már tényleg, ahol a lényegében bemegyünk az Alpoknak, nem is azt mondanám, hogy az aljába, de így a kezdő hegyeihez. És ugye így néz ki körülbelül az, hogyha így a Nyugat-Algojról beszélünk, tehát zöld dombok, hegyek, gyönyörű szép kis erdőfoltok, és ugye messziről láthatjuk a hegyeket a háttérbe, tehát ez baromi szép, de mondjuk túrázásra kevésbé alkalmas. Van egyébként tök sok tó, nagyon jól lehet biciklizni, tehát ez inkább egy ilyen fókuszú hely. Még hogyha lemegyünk konkrétan ugye az Ober-Algojba, azaz szépen mondjuk innen, itt van egy darab út, ami egyébként vezet oda, tehát nagyon nem lehet elrontani. Hogyha leérünk itt erre a részre, akkor körülbelül mindenhonnan ezt fogjuk látni. Tehát azért itt már jóval közelebb vagyunk a hegyekhez, egyébként a színek nagyon-nagyon szépek nyáron, főleg a itt inkább a naplementekor, a nyugaton inkább szerintem a napfelkelte szép, itt meg inkább a naplemente, ez csak egy kis apró info. És akkor nézzük, hogy miket is fogunk ma megnézni. Ugye mutatni szeretnék néhány tavat, elsősorban őt, ő a Nagy Ábzé, tehát ez ilyen alpesi tó lényegében, illetve majd lesz egy kisebb tó, ez az, aminek mondtam, hogy még Wikipedia oldala sincsen, tehát annyira nem ismert, és nekem is az ottaniak mutatták, de egyébként egy baromi jó hely. Mutatni szeretnék egy tök jó bicikliutat itt a folyó mellett, illetve egy-két érdekesebb település, de inkább majd egy-két érdekesebb túraútvonalat, mert egyébként millió plusz egy túraútvonalat lehet itt nyilvánvalóan találni, tehát ez egy inkább ilyen kirándulósabbból van kimásolva ez a térképét, és látszik, hogy mutatja, hogy ilyen meg olyan biciklis túrák vannak. De azért nehéz eldönteni, hogy,
hogy melyiket válaszza az ember, és őket ezért is szeretnék ebben segíteni, mert azt gondolom, hogy azért ez egy elérhető hely. Tehát, hogy gondolom, hogy mindenki nézeket, nekem is itt a Google térkép tele van mindenkinek is pinekkel, hogy ide még ide szeretnék a világ végén elmenni, de amúgy ez egy elérhető hely. Szóval, ha ez valakinek megtetszik, tényleg 12 óra kocsi útra van tőlünk, vagy kb. 12 óra vonattal, tehát azért el lehet oda jutni. Mondjuk a szállásárak azért eléggé húzósak tudnak lenni, bár mondjuk, hogyha az ember így, főleg, hogy a kocsival megy, egy kicsikét így inkább az északabbi végében száll meg, és onnan mit tudom, egy fél órát bevállalja, hogy utazik naponta, ez tök jó, és kb. Negyen annyiba fog kerülni viccet felretéve. Városok is egyébként vannak, bár nem tudom, tehát én városnézésre egyébként annyira nem ajánlom, tehát mondjuk valaki egy ilyen tipikus német kisvárosi, hangulatos, szűk utcák, mindenféle színes házakat keres, akkor mondjuk ne ide menjen, mert itt tehát van egy-két ilyen híresebb hely, mint van ez az Oberstdorf, ez lényegben ugye itt már a határmacska pont nem látszik, van ez Zonthofen, tulajdonképpen ilyen outletek vannak, ahol túrabotot lehet venni, és ennyi. Van Immenstadt, ami meg majd arról lesz egyébként egy kép, de az így előjáróban egy olyan város, ahol van egy-két szép szobor, meg néhány étterem, de mondjuk amikor mi ott voltunk, így főszezonban augusztus végén, akkor az éttermek fele zárva volt, mert ők 3 hetes nyári szünetre mentek. Tehát mondjuk úgy szerintem körülbelül itt a városokról ennyit. És igen, és még az időjárásról annyit, ez egy kis videó, amit hoztam, hogy az egyik, ugye mi úgy voltunk ott, egyébként ennek azért nincsen hangja, mert tényleg nem volt hangja. Amikor mi ott voltunk, akkor éppen a legnagyobb meleg volt, tehát ilyen kb. 35 fok, ami engem is meglepett, mert előző nyáron meg 15 fok volt végig. Egyébként nem volt jó 35 fok, tehát inkább 15 fokban menjetek, mert sokkal jobb lesz. De az egyik este egy ilyen vihar volt, egy fél órán keresztül néztük az ablakból hát nem is azt mondanám, hogy mennydörgés, mert hangja nem volt, csak tényleg ezeket a villámokat néztük, szóval hogy azért ezzel vigyázzatok, hogyha ide mentek, mert hogyha azt mondja az applikáció, hogy esni fog az eső, akkor ne induljunk neki semminek, mert körülbelül ezt fogjuk látni. És tényleg olyan viharokat láttam már egyszer-egyszer itt, hogy egyik este például el kellett, nyilvánvalóan pont azon az este el kellett vinnem egy gyereket a kórházba, én este 11-kor, azon kívül egyébként nem láttunk semmit konkrétan fényszóróval sem, mindenhol ilyen tehát akkora, mint én, fadarabok voltak, szóval hogy azért az időjárás tud eléggé egyébként változékony is, meg eléggé durva is lenni, nem is az újra elindult. Például ezeket a képeket a kocsiból csináltam egy 20 percen belül egyébként, tehát hogy itt még tök szépen süt a nap, napfelkelte van, milyen szép, akkor itt egyébként tök jól látszik, hogy milyen utak vannak, körülbelül az egész Albolyban ilyen. Egyébként ez egy kettősávos út, ami egy sáv, és akkor úgy elvárják, hogy az egyik valaki az leálljon. Ez egyébként meglepő módon 99%-ban működik. Tehát ha mondjuk az ember egy nagy, én ilyen nagy kis buszokkal mentem, azokat azért elengedték, kivétel egy sofőr, arra még mindig haragszom, emiatt a majdnem neki mentem a mellettem lévő fakerítésnek. De azért alapjáraton véve elengednek, de azért érdemes odafigyelni, mert hát ugye éjszaka, amikor megyünk valahova, akkor nem annyira jó, hogy ilyen kis utak vannak. De még ezek is egyébként jobb minőségűek szerintem, mint az M3-as Gödöllőnél, szóval azért ettől nem kell megijedni. De azért kell valamennyi vezetési tapasztalat. Ha nem, akkor már megtanulja az ember 2 nap múlva. A saját kárám persze, meg az autónak a kárám, mert ilyet is láttam sajnos. És akkor ugye ez meg egy ilyen totálköd, ez is ilyen reggel 6-kor volt. Tehát ennek utána nyilván most ez még amikor belefele mentem, akkor lefotóztam, amikor benne voltam és az orrom még nem láttam, akkor már ugye nem fotóztam le, de tényleg ez egy 20 percen belül volt. Na és akkor itt van most már akkor tényleg elkezdem mutogatni az igazán szép képeket. Most átváltok azért a Google térképre, hogy jobban meg tudjam mutatni ugye a neveket, meg gondolom, hogy azért mindannyian Google térképpel tájékozódunk. Tehát ugye itt van ez a Großer Albsee nevezetű tó, ami lényegében itt van kicsi is, ez a nagy Albsee, van egy kicsi is, ez itt van mellette. Ezt fogom most először mutatni, hogyha minden igaz, illetve van itt ez a kis település. Ugye mondtam, hogy városnézés szempontjából annyira nem éri meg oda menni, de ez az egy kivétel van, ez a Gunze Street nevezetű hely, ez egy ilyen kis picike alpesi falu, de az a tipikus, amit a filmekben látunk, hogy gyönyörű szép zöld dombok, mindenféle színes növények, néni locsolja, meg nem tudom, gondozza a kis kertet, a ház előtt, fából készült házak, tehát az a tipikus alpesi kis falu. És itt is láthatjuk.
Egyébként annyira jó képem nincsen róla, mert az egész falu igazából abból áll, hogy van egy út, amiben van egy nagy kanyar, középen van egy templom, és akkor mellette vannak ezek a kis fából készült házak, és ezek is így igazából elszórva egy tök nagy területen. De amiért beraktam ezt a képet, ami nagyon érdekes, hogyha valaki mondjuk egy ilyen vagy egy ilyesmi fekvésű helyre megy, délután érdemes menni, vagy mondjuk kora reggel. Mert ahogy lemegy a nap, ezeket az ilyen kis, amit látszik, ezeket a kis dombos részeket tök jól megvilágítja, és akkor így nem tudom, tök szépen kiadja a domboknak a kis egyenetlenségét. Szóval egyébként egy ilyen kis tipp, hogy sokkal szebb, hogyha ezek ilyen naplemente előtt 2 órával készült képek, ilyenkor érdemes menni. És amit itt egyébként találtam, és amilyet betettem, hogy ezt nekem is egy német bácsi ajánlott ezt a települést, és így tényleg egy hétig így rá voltam elítve, ezt anyáit tudják bizonyítani, hogy én menni akarok Gunce Streetbe sajtot venni. Ezt így minden nap. És tényleg menjetek Gunce Streetbe sajtot venni, mert van egy ilyen kis bolt, ahol mindenféle ilyen házi készítésű, nem csak sajtokat, hanem mindenféle krémeket, lekvárokat, likőröket, meg tejet lehet venni, egy kis tök jó, tehát friss tejet, tök jó kis barna színű üvegben, és ami nagyon jó, hogyha esetleg nem érnénk oda zárásig, akkor automata is van, amiben lehet kapni friss tojást, friss sajtot, meg ennyire nem látszik, de friss tejet is egyébként. Ezt, hogy hogyan logisztikailag, hogyan menedzserik, nem tudom, de egyébként nagyon-nagyon érdekelne. És emellett, ezt már nem fényképeztem le, még jégkrém automata is van, tehát ilyen házi készítésű jégkrémet lehet venni, és egyébként ugyanannyiba kerül, mint hogyha az ember a boltba venné meg, és még így is körülbelül annyiba kerül, mint hogyha bemegyek a Budapesten, a belvárosba, a Spárba is sajtot szeretnék venni, hanem egyébként olcsóbb. Szóval, hogyha valaki ide megy, akkor ezt a boltot mindenképpen elcsétek útba. Illetve van egy ilyen kis gyógynövényes kert, ahol egyébként, amennyire Németországban jellemző, hogy ugye el lehet vinni a gyógynövényeket, innen nem lehet. Viszont ezt csak azért tettem, mert tényleg nagyon jól mutatja, hogy milyen kis hangulatos, ahogy itt a levendulát próbáltam lefotózni, meg a különböző színeket, mennyire szép. És van még itt egy ilyen kis mezitlábas sétáló valami, mint az embereknek az érzékszerveit próbálná stimulálni, vagy nem is tudom, hogy pontosan mire való már, de van 4 cell, amiben így be lehet sétálni, és az egyikben tobozok vannak, a másikban kövek, nem is tudom már, hogy van pontosan, és tök jó egyébként, és tök hangulatos ez a kis alpesi háttérrel. És igen, és akkor azt hiszem, hogy most fogunk menni a patakhoz, vagy a folyóhoz, bocsánat. Ugye folyik az Oberallgäuban egy Iller nevezetű folyó, ami itt megy, és innen ered. Egyébként itt 2 kis patak, vagy talán 3, most nem is tudom, összefolyik. És ami az érdekesség, hogy itt van mellett egy ilyen Iller-Radweg nevezetű hely, ami az Illernek a bicikli útja, és ez hivatalosan is Németország legszebb bicikli útja, és egyébként tényleg Németország legszebb bicikli útja, szerintem is. Nem jutok, hogy nagyon sokan lettem volna, de amin voltam, annál szebb volt. Annyi, hogy ez egyébként nem kiépített bicikliút, tehát nem olyan, mint amikor Felső-Tárkányban biciklizünk, hanem egy ilyen szort fehérköves rész, hogy itt mindjárt látszódik is. Igen, tehát körülbelül egyébként egy ilyen, nem kell biciklizni, de egyébként így is baromi jó, és baromi szép. És végig tulajdonképpen a folyó mellett megyünk, tehát majd mindjárt mutatom, hogy milyen szép kilátás van. Viszont amit ide itt mindenképpen fel akartam vinni a figyelmet, hogy itt sem mindegy, hogy mikor megyünk. Mert egyébként én azt szeretem ebben a folyóban nagyon, hogy kristálytiszta a vizet. Tehát tényleg olyan, hogyha ahol 2 méter mély, ott is, hogy belenéz az ember, akkor lehet látni az alján a kavicsokat. Ugye kivétel, amikor az eső utáni másnapon megyünk, mert akkor ilyen sártengerré változik. Tehát mi elvittük például a gyerekeket, ugye ez ugyanaz a hely egyébként, csak 2 különböző oldalról. Elvittük a gyerekeket, megnézzük, milyen szép ez a patak, és akkor oda vittük őket, ott áll a 2 gyerek. Nézzétek a sártengert, szóval, hogy azért tényleg nem mindegy, hogy mikor megyünk. De normál esetben ennyire tisztának kellene lennie a vizének, szóval egyébként eszméletlen. Ugye ez konkrétan onnan a hegyekből folyik le. És tehát a biciklit úgy, hogy többször átmegyünk a folyó felett, szóval hogy tényleg egyébként tök ilyen hidakon. Akkor azt hiszem, hogy valahol mindkét oldalt megy, és ez is lehet dönteni, hogy hol szeretnénk menni. És ami nagyon vicces, és amit én eszmetlenül szeretek, hogy simán előfordul az, hogy valaki szembe lovagol a bicikli úton. Tehát nem tudom, amikor először ezt megláttam, annyira random volt, hogy nem is tudom, mit reagáljak rá, és akkor ki van valahol tárhoz, hogy itt lehet lovagolni, itt nem lehet lovagolni. Itt megint lehet lovagolni, itt meg is tényleg lovagolni, de nem az, hogy egy ember, hanem csoportokban. Nem tudom, hogy a szomszédság, gondolom, hogy felül a lóra, és akkor bicikli helyett azzal mennek, vagy nem tudom egyébként, de hihetetlen hangulatos az egész. És akkor itt látszik, hogy ez, ugye el lehet menni
ahhoz a ponthoz, ahonnan ered a folyó, és akkor itt látszik, hogy ugye folyik össze. Itt most kettős, azt hiszem, hogy még előtte van egy harmadik, ami belefolyik, tehát én még ideig mentem el a biciklivel, és ez is tök jó, hogy ilyen, hogyha így a tetejéről megy az ember, akkor egy olyan 15 km le, meg 15 km vissza. Melyiket barom, tehát nagyon kicsi ez a környék, szóval tök közel van minden egymáshoz. Mondjuk egyik végéből a másikban egy ilyen fél óra alatt lehet körülbelül lejutni. Lehet raftingolni egyébként a folyón, azok amúgy mi vagyunk. És nagyon jó, bár mondjuk, hogyha valaki tényleg arra vágyik, hogy ilyen sziklás részen nagyon gyorsan menjen le arra, annyira nem jó, mert ilyen helyek nincsenek, viszont csak arra, hogy nem tudom, ilyen 2-3 órán keresztül lassan lecsorogjunk, úgy különösebb kézi rásegítés nélkül egyébként, max arra kell figyelni, hogy ne menjünk neki a sziklának. Arra egyébként nagyon jó, és tényleg ilyen tök megnyugtató, tök csendes az egész, szóval, hogy amúgy ezt például nagyon ajánlanám. Meg van, egyébként nagyon sok cég van, szóval hogy ki lehet azt is választani, hogy honnan, hova szeretne menni az ember. Meg tök profi megszervezik, mert egyébként elvisznek oda, ahol van, tehát ahova érkezünk, ott le lehet parkolni, utána visszavisznek kocsival, szóval egyébként nagyon-nagyon jól megvan szervezés, tehát semmit nem kell az embernek csinálni. És a másik, hogyha az egyik irányba éppen nem a folyót nézik, akkor körülbelül ez az a kilátás, amit végig a bicikli útról lehet nézni, tehát ezt is emlékszem konkrétan arra, hogy megálltam, hogy itt is a háttérben ott vannak a tehenek. A tehenek egyébként mindenhol ott vannak, a szaguk is mindenhol ott van természetesen. A kolomboknak a hangja is ott van mindenhol, viszont azt gondolom, hogy hozzátartoznak, tehát hogy nagyon kis hangulatot adnak az egész helynek. És igen, amit még itt útközben lehet találni, ez az AU nevű település, ami egyébként, vagyis ez nem is település igazából, hanem egy település rész, ami a Fischen nevű településnek, ami igazából halászatot jelent, annak egy ilyen kis része, és akkor az AU-hoz tartozik egy erdő is, az AU erdő, és akkor az AU erdőben van egy AU tó, és a AU erdei tó igazából, ami most ez a kép, egyébként nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy egy másikat kéne betenni, csak szerintem ennyit csináltam csak, és nem találtam másikat. Baromira nem adja át, hogy mennyire szép. Tehát ilyen nagyon-nagyon mély kék színe van, a háttérben nagyon jól kirajzolódnak a közeli hegyek, aztán ilyen sötét kékkel a távoli hegyek, tehát hogy tényleg ezt így szorozzuk föl 10-zel, és akkor körülbelül ezt láthatjuk. Fürödni mondjuk nem lehet benne, bár ennek is kristálytiszta a vizet, nem tudom, hogy miért nem lehet egyébként benne fürdeni, de tök jó megálló egy ilyen biciklitúrán. Meg egyébként a folyóban is lehet fürdeni, annyi, hogy hát amikor mi ott voltunk, tehát mondom 35 fok volt, a legmelegebb hét az évben, akkor volt éjszaka 10 nappal, meg olyan 14-16 fokos. Tehát még a fürdés az olyan, hogy én háromszor egymástán belementem, és akkor utána el is döntöttem, hogy soha többet nem szeretnék belemenni, mert még 2 napig kb. Fájt tőle a fejem. Úgyhogy érdemes kipróbálni, csak nem sokáig. Meg nára szemben, mert amúgy elsodor erre, én is akkor jöttem rá, amikor elsodort. Na igen, és akkor azt hiszem, hogy most nézzük a tavat, igen. Hogy ez a tó, amit már többször említettem itt. Nekem egyébként ez a kedvenc tavam. Elég sokat voltam a Bódeni tónál is, ez sokkal jobb, mint a Bódeni tó. Részben sokkal tisztább, sokkal nyugisabb, nincsen annyi ember. És hát ez is körülbelül, tehát hogy tök szép kék víz, tök tiszta. Annak ellenére, hogy egyébként hát van olyan része, ahol kavicsos, a legtöbb részén homokos az alja, és ennek ellenére is egyébként tök tiszta. Amit itt nagyon jól lehet csinálni, az az, hogy ezt a pedalboardot, vagy ezt a szápot, nem tudom ki milyen néven ismeri, bérelni. És egyébként a fél tavat körbe lehet egy óra alatt vele evezni, és egyébként baromi sokan is csinálják. És most nem is tudom, hogy ezen mennyire, talán annyira nem látszik, de így a tónak az oldalában vannak ilyen kis házikók, amik így a tóra vannak ráépülve, és különböző színesek, ahhoz is el lehet egyébként evezni, tök közel lehet hazamenni, tehát baromi hangulatos hely. Illetve vannak ezek a kis állatkák ott, amiknek azóta sem tudom, hogy a hivatalos neve vizitjuk, vagy már nem is tudom, hogy mit mondtunk rá. Egyébként tök csúnya és tök is szemtelen, meg ilyen kis csiripelő, nagyon gagyi hangjuk van, meg a lábuk is olyan, mintha egyébként ilyen leeresztett lufi lenne. Szóval szegények tök gagyi néznek ki, és mindenkinek minden cuccára belemásznak, de még akkor is, hogyha már 26-szor ráütöttünk, meg belerúgtunk, még akkor is ő vissza fog jönni. És nem csak, hogy ő jön vissza, hanem még a 10 gyereke is vele együtt. Kivétel, amikor elhagyják, mert néha elhagy egyet-egyet, és akkor szerencsétnek is ekkora madárka sétál mindenhova. És ami még tök érdekes, hogy itt mondtam, hogy van vonat, most úgy képzelik, hogy tényleg a világ végén vagyunk, van egy vasút, egy út, tulajdonképpen hegyek meg tó van mindenhol, és akkor a vonat, az ilyen leggagyibb minősítésű kis helyi vonat, és ilyen
sebességgel száguld minden órában, ugye kétszer, egyszer egyik irányba, egyszer másik irányba a tó mellett. De hogy annyira a tó mellett, hogy van egy ilyen gagyi kerítés, van a sín, gagyi kerítés, és akkor ott játszik mellette a gyerek. Szóval tök hangulatos ez is. Igen, és akkor itt van az a tó, amit mondtam, hogy még Wikipédia oldala sincsen. Ugye van ez a Zonthofen nevű település, ahol mondtam, hogy körülbelül csak ilyen sportoutletek vannak. És akkor emellett van ez a Zonthofeni tó, ami... Tehát körülbelül ez a hangulat. És ilyen kis taviház, tavirózsa mindenhol, akkor ott oldalt. Ezen az oldalt lehet ugrálni, van ilyen kötélhint, amivel be lehet menni, azon is mindenki pedőbordozik, van egy kis strand része, ami egyébként tök ingyen van, baromi hideg a tó, egyébként ez mindegyik túra, amit itt mutatom, meg minden vízre, baromi hideg, tehát hogy Magyarországon biztos azt mondanánk rá, hogy kisnára, hogy ne menjél be, mert tüdőgyulladást kapsz. Bementünk is, egyébként nem kaptunk tüdőgyulladást, így egy kis tanulság. De tök jó, 10 perc úszásra és akkor utána tök szívesen kijön az ember, viszont a hangulat az nagyon jó, illetve itt is. Ugye a hegyet, amit mondtam, ezt a, ami miatt én igazából oda mentem, lehet látni. Szóval, hogy ide azért megéri állnan, és ami vicces ebben a tóban, hogy tök sokat fürödtem, meg tök sokat úsztam benne, még mindig nem tudjuk, hogy milyen mély, mert ugye nincsen semmilyen adat róla, azt se tudjuk, hogy most ez bányató volt, vagy ez milyen tó volt. Tehát beúsztunk, nem tudom én, 10 métert, és nem tudjuk, hogy most 10 méter víz van alattunk, vagy 100. Mert mondjuk a másikról, amit mutatom, arról tudjuk, hogy az a legmélyebb pontján is csak 40 méter magas. Bár egyébként nekem a bódeni túról is meglepett egy ilyen kis fun fact, hogy ez is ilyen 250 méter mély. Tehát még én azt se tudtam. És amikor nem tudom, hányszor átmentem kompal a bódeni tavon, akkor egyszerűen után megnéztem, hogy amúgy hány méter víz van alattam, és így tudtam, hogy 200 méter víz felett megyek el, már nem éreztem magam olyan jól a kompon. Szóval lehet, hogy egyébként ennél a túlnál is igaz az, hogy jobb nem tudni, hogy milyen mély, jobb nem tudni, hogy mennyire mély. Igen, és akkor itt van egy kis kép, amit csak úgy beraktam, ez Immenstadtnak a belvárosa, ahol ugye nincsenek még az éttermek nyitva, tehát hogy körülbelül ez a város. Szóval, hogy azért nem ilyen városnézős túrára kell számítani. Na de akkor szerintem, ha minden igaz, igen, akkor el is érkezünk a túraútvonalakhoz, mert azt gondolom, hogy ha valaki az Algolba megy, akkor vagy úszni fog a tavakban, vagy pedig a hegyeken túrázni, esetleg biciklizni, és akkor körülbelül itt ez az összes lehetséges programot el is soroltam, ha csak nem akarjuk magunkat, nem tudom, hogy is hívják, az most nem teszem be, ahol le lehet csúszni a hegyről ilyen kis bobbal, arra, bár az is olyan, hogy én egyszer voltam ilyenen, 2,5 órán keresztül álltunk sorba a tűzőnapon, szóval azt nem tudom, inkább menjünk sátorra a jobb helyre, szerintem ott csak egy 10 perces sorban állással ugyanazt fogjuk kapni. Viszont amiért betettem ezt a képet, azon kívül egyébként szerintem baromi szépek rajta a színek, az az, hogy most tök jó hegyeket fogok mutatni, viszont azért nem, tehát nem mindig, ugye nagyon-nagyon szeretünk mindig a legszebb helyre menni, meg a legmagasabbra, meg nem tudom, a legnehezebbre, de hogy nem mindig kell egyébként azt keresni, mert egy ilyen környéken tényleg, hogyha az ember csak nekiáll sétálni, és valahova egy kilométert elsétál meg vissza, akkor is minden gyönyörű szép lesz. Tehát nem feltétlenül kell egy napon keresztül, majd mindjárt mutatom, hogy milyen utakon felfele mászni, anélkül is tök szép lesz az elmény. Tehát ezt is például egy ilyen vacsora előtti fél órás sétán csináltam, az, hogy minden mennyire zöld, az égen már látszik, hogy mindjárt megy le a nap. És még a zöldre annyit, hogy tényleg, hogyha egy hétig tűz a nap, és nem esik egy csepp eső sem, akkor is ennyire zöld lesz. Tehát nem tudom egyébként, hogy mit csinál, és nem locsolják. Nem tudom, hogy ez miért van, de hogy szerintem, hogy itt egy hétig nem esik az eső, akkor úgy kék tárkány mellett a fű, hogy csak ilyen nem tudom, sárga foltokat látunk. Itt viszont szerintem egyetlen egyszer, ha láttam egy picike sárga foltot a fűben, mindig ilyen gyönyörű, szép zöld. Úgyhogy ez is egyébként egy tök jó feature így a környéken. És igen, ez az, amit mondtam, hogy a kilátásra, tehát ez például a szállásunktól egy 3 perc sétára volt. Szóval, hogy ezért is mondom, hogy tök jók ezek a túraútvonalak, de hogy egy sima séta is egyébként nagyon sokat tud adni. Igen. És akkor ugye mutattam, hogy milyen szép aszfaltozott út van. Ugye, amik vannak itt túraútvonalak, ezek egyébként tök jól ki vannak jelölve, meg tök jó neveik vannak, meg minden, és egy részük általában, ameddig a kis hűték fölmegy az ember, az olyan szépen le van betonozva, amíg tök rossz menni, főleg fölfele. Szóval nem az, hogy az jó, de az olyan könnyű terep. És akkor, amikor ugye elértünk a hűtéhoz, ahol meg tudjuk inni az 5 eurós felsorlét, meg az 5 eurós sört, akkor, amit egyébként ugyanolyan üvegből öntenek ki, mint amit 90 centért megvesz az ember a szupermarketbe, de mindegy.
akkor utána körülbelül ilyen útviszonyokat fogunk látni, tehát ez egyébként egy kijelölt túraútvonal, amire azt írták, hogy közép nehéz. Na most én amikor először ide mentem, akkor nekem normális túracipőm sem volt, tehát én elmentem egy ilyen kis futócipőben, és akkor gondoltam, hogy majd abban milyen nyugodt fogok túrázgatni. Egyébként nagyon nyugodt túrázgattam benne, körülbelül 5 hegyre felmentem benne, aztán következő évben visszamentem ugyanoda normális túracipővel, ami fogta a bokámat, aminek normális talpa volt, és akkor azon gondolkodtam, hogy amúgy én hogyan jöttem innen le egy évvel ezelőtt. Azóta sem tudom, hogy hogyan jöttem egyébként le egy évvel ezelőtt, de körülbelül ez a közép nehéz kijelölt túraútvonal, tehát itt 4 kilométeren meg 600 méter szinten keresztül lehet mászni ilyen gyökereken, meg ilyen köveken, meg nem tudom miken keresztül, akkor itt fölfelé is lehet mászni ilyen sziklákon. Egyébként érdemes megnézni, nagyon jó ilyen applikációk vannak arra, ha meg lehet nézni, amit az emberek ilyen fotókat, mint ez is például feltöltenek, hogy akkor ha ebbe a kereszteződésbe elrekem, is lehet látni, hogy ugye milyen az út. Mert például én is volt már olyan, hogy teljesen véletlenül választottam ki, hogy most fölfelé itt megyünk, lefelé ott jövünk, és baromi nagy szerencse volt, mert ahogy fölmentünk, én biztos, hogy ott le nem jöttem volna, de ahol lejöttünk, ott én biztos, hogy föl nem mentem volna. Tehát mondjuk azért ennél több energiát szerintem érdemes belefektetni abba, hogy pontosan merre megyünk. Na igen, és akkor lehet mászni ilyen tök jó. De úgy emellett van egy tök normális út is egyébként, ami csak ilyen mezőn keresztül megy és földút. Nem tudom nekünk miért pont itt kellett felmászni. És vizes is volt, hozzátenném. Akkor valahol ki vannak jelölve, nem tudom, hogy mennyire látszik egyébként, hogy itt vannak ilyen kis fém valamik, amikre rá lehet lépni. Szóval igen, tehát ez a kijelölt turistút, mint nem annyira jut a bükben. Igen, és akkor most nem melyiket fogja össze, igen. És akkor először ide fogunk elmenni, ugye ez egyébként a legkönnyebb és legrövidebb túra, amit először fogok mutatni. Ez itt ebben az Oberjoch nevezetű településen található. Ugye, hogyha nem tudom, innen jövünk, tehát szerintem nagyjából így ezen a részen száll meg mindenki egyébként, aki ide jön. Ugye itt egy 20-30 perc autóúttal egyébként könnyen elérhető. Ugye kivételezzük is szakaszt. Itt egy olyan kb. 300 métert kell fölfele menni autóval, 4 kilométeren keresztül ilyen az út. Ugye az a legjobb, amikor ilyen kezdő sofőr megy előttünk, aki 30-al próbál fölmenni, mert mondjuk megyek mögöttük egy gyerekekkel teli kis busszal, és akkor próbálkozz meg, ne fulladjon le a busz alattunk. És én megelőzni nem lett, vagy volt, hanem amikor lefele jöttünk, egyszer egy hatalmas nagy ilyen turista busz ment előttünk, mert egyébként turista buszok is simán felmennek ide. És érdekesség erről az Oberjochról, egyébként az Németország legmagasabban fekvő faluja vagy település, ilyen 1000-valahány méteren van. Egyébként itt is igazából csak ilyen rezortokat lehet találni, meg sípályákat, illetve ezt a túraútvonalat, amit fogok mutatni. Ugye ez az egyetlen egyébként, amit így bevágtam, csak azért, hogy nagyjából látszódjon. Tehát ugye itt mindenhol van egy parkoló, ez ilyen általánosságban mindegyikre igaz, amit szoktak hozzá ajánlani, valahol esetleg több is. Ugye általában a legutolsóban érdemes parkolni, nem a legelsőben, mint én a múltkor, mert utána, amikor visszafele jövünk, akkor szidni fogjuk magunkat, hogy már 10 parkoló mellett mentünk el, és egyikben sem volt az autónk. És parkolójegyet kell venni, de akkor is, hogyha az ember az erdő szélén áll meg, ott lesz a parkolóautomata, és ott is parkolójegyet kell venni, és mindenhol 6 euró egy napi jegyes, csak ilyen kis kezdő csomag a túrához. Napi jegy, ami 11 óráig érvényes, nem tudom, hogy a 11 óra után mi történik mondjuk. De itt tapasztalatom nekem ezzel egyébként az volt, hogy akárhány szemet, nem kb. Mindig én voltam az utolsó, aki elvitte onnan az autóját. Szóval nem tudom, lehet, hogy valamit nem jól csinálok ilyen tekintetben. De itt, amit mindenképpen meg akartam mutatni, hogy van itt ez az út, amit ilyen panoráma útnak neveznek. Egyébként ez volt a kezdőkép, azt onnan lehet látni. És akkor itt van egy ilyen kis kilátó, egy kis panoráma pont, ez tök jó, ilyen kis 20 perces sétával elérhető, tehát még olyan túrázni sem kell. És igen, ez az, ami az elején is bent volt, tehát ilyen panorámát lehet nézni egy kilométeren, 20 percen keresztül, tényleg gyönyörű. Főleg, ahogy így néha kilátszik a fák mögül, néha nem, mindig éppen más szögből látjuk. Ami nagyon érdekes, én kétszer voltam ezen a helyen. Először ugye beharangozták nekünk, hogy könnyű túra és panoráma. Most a könnyű túra volt az a sziklán mászósdi, amit ott az előbb mutattam. A panoráma pedig az ez volt, ugyanis 10 fokban mentünk a nyári eső kellős közepén, úgyhogy
semmit nem láttunk, tehát én végigmentem az egészen egy ilyen 6 órás túrán, és ezt néztem 6 órán keresztül. Vagy egy év múlva visszamentem, és rájöttem, hogy egyébként ezt kellett volna látni. Nyilván azóta ez a kedvenc szúróútvonal, amennyire úgy mentem oda, hogy az, hogy nézzük már meg, hogy mi van ott. És körülbetettem egy videót. Ugye van egy kis tábla, ami mutatja, hogy melyik hegycsúcsokat lehetne látni, meg melyik milyen magas. Voltunk egyébként a Neuschwanstein-nál is, ott is pontosan ezt láttuk, álltunk a Mária Brückének a közepén, és azt sem tudtam, hogy jobbra vagy balra van a Neuschwanstein. Van is ilyen videó, amit így utána küldtünk így az ismerőségnek mindenféle csoportok, hogy hú, nézzétek, milyen itt vagyunk a Neuschwanstein-nál, körbefordulunk, látjátok, milyen szép a panoráma, de körülbelül ez volt 6 órán keresztül. Tök jó volt egyébként, pláne amikor elveszítettük a gyerekek felét a ködben. És akkor ez itt, meglátok, igen. És akkor ez a kettő, ez itt ugyanaz. Szóval nyilván ugye azért ez szebb. És akkor igen, ezt csak azért tettem be, hogy ez is ilyen megtévesztő, hogy az elején elindulunk, hogy majd milyen jó erdőben sétálunk, nincs nagyon meleg, és akkor utána kiírunk egy ilyen tök nyílt térre, és igazából végig egy ilyen tök nyílt téren kell menni. Itt ez az út, ez olyan, hogy itt szembe áll vele az ember, akkor így annyit lehet látni, hogy megy az út, de azt nem látjuk, hogy hol van a teteje. De baromi szép. Tehát, és az a nagyon jó ebben egyébként, hogy nem az van, hogy végig sétálgatunk az erdőben, meg a hegyoldalban, és nem látunk semmit, és a végén fölérünk, és akkor jaj, de szép, hanem lehet látni, hogy így folyamatosan egyre szebb lesz a kilátás. Szóval, hogy ez egyébként egy tényleg nagyon jó, és amit Spizernek hívják, azt nem mondtam az elején, ott volt ezt a hegycsúcsot, de van, hát van kb. 3 hegycsúcs egymás mellett, kvázi mindegy, hogy az ember melyikre megy föl, mert mindegyik, tehát ugyanazt fogjuk látni, és egyébként mindegyik nagyon-nagyon-nagyon szép. És igen, ez volt az, amikor elhagytuk a gyerekeket, tehát ez megint ugyanaz a hegyoldal, ami ugye ott fentről látszik, itt most alulról. 3 méterre voltak tőlem a többiek itt, akik a képen vannak, és ennyire nem lehetett látni semmit. Meg ugye igen, ez a másik irányba. Egyébként utólag csodálkozom, hogy oda találtunk. És akkor ez a teteje, ugye általában mindegyiknek van egy kereszt, vagy valami emlékmű a tetején, és az a nagyon jó, hogy innen baromi messzire ellátni. Tehát a másikra is baromi messzire ellátni, de akkor ugye kicsit messzebb vagyunk, nem vagyunk annyira benne. Itt azért nagyon jó, mert már benne vagyunk annyira a hegyekben, hogy tényleg nagyon-nagyon szépen ellátni. Körülbelül minden olyan csúcsot, amit hogyha úgy beszélgetünk az alborról a németekkel említhetünk, az mindegyik egy gyönyörűen látni. Úgyhogy például ez nagyon jó innen, akkor itt is látszik, ez egy másik irány. Végül nekem annyira tetszik ez, hogy ilyen kis fehér kövek vannak az ölt fűben, akkor néha egy fa, nem tudom, annyira jól néz ki. És igen, ez pedig egy megint egy másik szögből, tehát tényleg nagyon-nagyon messzire el lehet látni. Tényleg baromi szép. Meg az a nagyon jó egyébként, hogy mindig a felők azért ott vannak a hegyek felett, szóval az is nem tudom, ilyen tök változatossá teszi az egészet, hogy nem csak a kékeget lehet látni. És hát igen, amire ezt a képet betettem, az csak egy ilyen kis megemlékezés arra, hogy ilyen agresszív teheneket, mint akik ezen a hegyen vannak, szerintem én még életemben nem láttam. Tehát pont ez a tehén, erről van is egy videóm, hogy én őt elkezdtem videózni, hogy ugye milyen aranyos vagy, és a tehén elindult felém, és akkor azzal ér véget a videó, hogy a tehének az orra a telefonomban van, meg így már befejezem a videót, és inkább elmegyek onnan. De ezek a tehenek képesek voltak itt tök hosszan követni minket. És így konkrétan, tehát én már a végére tökre féltem átmenni rajtuk, mert mondom, hogy még egy ilyen tehén, ilyen ekkora szarval utána, ami nem tudom, mit csinálok. De egyébként nagyon tök hangulatos, hogy így a hegyoldalon állnak, meg tök aranyosak, csak amikor beállnak 14 az út kellős közepére, ahol az ember szeretne menni, és akkor valahogyan keresztül kell köztük navigálni, ez így annyira nem jó. Pláne, hogyha az ember nem tudja, hogy mit kéne a tehenek kell csinálni, mint én, amikor először mentem, mondjuk nem ide, az egy másik hegyen volt. És ami még itt nagyon jó, hogy ugye nagyon sok ilyen rezort van, és nagyon sok rezortnak van egy saját állatkertje, tehát mindenféle állatokat lehet látni. De nyilván nem csak az, hogy kecskenyő, hanem lámák és alpakák vannak, amikből ez egy vicces sztori, hogy van egy benzinkút ezen a településen, ahol egyébként sokkal olcsóbb a benzin, mint bárhol máshol Németországban. És picit irónikus szerintem, hogy így a legelzártabb helyen a legolcsóbb. És ez egy tipikus egyébként világvégi benzinkút,
De amikor én oda bementem, szerintem akkor volt az év eseménye. Ugyanis amikor fizettem, így emlékszem, hogy mind a hárman így éreztük, hogy valami ott történik mellettünk, akik hárman, akik bent voltunk a boltban, két eladó meg én. És onnan néztünk, és azt láttuk, hogy így a hegyoldalból az úton keresztül sétál egy alpaka, egy ilyen kis fehér alpaka. Azt hiszem, hogy talán igen, ő volt az. És ő így random sétálgat, és ott beszélték a nők, hogy ők nem is tudják, hogy most kit kéne fölhívni, mert hogy ők még ilyet nem láttak. Én nem tudom utána, hogy szegény alpakának mi lett a sorsa, de szerintem ez volt az évszázad eseménye azon a kis településen, aminek ott én szemtanúja lehettem. És akkor a következő, most meg is tudom, hogy melyik lesz az. Igen. A következő az egy kicsikét más, mert az itt található. Tehát itt ugye megint látható egy ilyen nagyobb rész. Itt megint az van, hogy mindegy, hogy most pontosan melyik csúcsra megyünk fel, körülbelül ugyanazt fogjuk látni mindegyikről. Amit én mutatni fogok, az itt a legelején van. Ez egyébként azért jó, mert innen a tó felé is tök jól le lehet látni. Ennek Steineberg a neve. Ez itt látható. És ugye ebből a Gunce Street nevű, ahova sajtot kell menni venni, településről lehet megközelíteni. És én ide úgy mentem fel, hogy kitaláltam, hogy fölbiciklizek az alatta lévő településről. Egy 100 méterig bírtam, utána föltoltam a biciklimet, és legfeljebb lefele örültem neki, hogy legurulhatok vele. De ami nagyon jó ezen a képen, hogy ha megnézzük, akkor ugye van az én biciklim, ami le van kötve, nem tudom, hogy hol, de valahol le volt kötve, meg van az összes többi biciklim, ami csak így ott van hagyva a hegyoldalba, és egyébként amikor lejöttem, is ott voltak a biciklik. De ez csak egy kis érdekesség, nem tudom, hogyha így otthon ott hagynám az útszínén a bükkben a biciklit, akkor az hány percig lenne ott. És nekem ez volt egyébként az első, ahova mentem, mert úgy volt, hogy ezt a gyerekeknek szereztük volna, de engem pont nem osztottak be rá, és akkor gondoltam, hogy hát én azért is elmegyek. És ameddig ők nem tudom hova elmentek, akkor addig én gondoltam, hogy felmegyek erre a hegyre. Ez megint egy olyan, hogy egész végig gyönyörű kilátást lehet róla látni. Azért talán úgymond, nem is azt mondom, hogy kevésbé szebb, de mondjuk nincsen annyira kiemelten szép, mint az előző, mert egy másik irányból látjuk a hegyeket, és mondjuk azokat az igazán magas csúcsokat nem láthatjuk. Viszont az, hogy rengeteg ilyen tök jó színes szikla van, rengeteg ilyen farunk, nem tudom, annyira hangulatosra teszi az egészet. Tehát egy ilyen úton megyünk föl, nyilván a tűző napon, de egy ilyen úton megyünk föl, nem tudom, 2-3 órán keresztül. Közben ugye körülbelül ezt lehet látni különböző irányból. És ami nagyon jó, hogy ugye ennek a Steinebergnek úgy néz ki a teteje, hogy ugye van kettő út. Az egyik ez a 17 méter magas létre, amit itt lehet látni. És amikor ezt megláttam, akkor gondoltam, hogy jó, hát ennél a másik út csak jobb lehetne. Kiderült a másik útról, hogy az olyan, hogy így a szikla oldalában kell menni, úgyhogy mellettük ilyen 20 méter szakadék van, szóval, hogy én ide létrát ajánlom mindenkinek. Lefele már egyébként ezen jöttem, és annyira egyáltalán nem vészes. Picit a közepénél elgondolkodtam rajta, de úgy akkor meg már mindegy volt. Viszont nem mozog, tök jól le van kötve. Ugye, hogyha amúgy nem kell hozzá semmilyen felszerelés, a gyerekeknek azt mondtuk, hogy kell hozzá mászó felszerelés, de egyébként nem kell hozzá, szóval, hogy csak simán le lehet rajta menni, de tök biztonságos, tehát sokkal biztonságosabb, mint aminek tűnik, mert amúgy nem néz ki, szerintem annak. Na igen, és hogyha feljutunk a tetejére, akkor nekem ez volt egyébként a háttérképem, nem tudom, egy éven keresztül, azt hiszem baromi szép, főleg az, hogy itt is látszanak ezek az erdőfoltok, látszanak a zöldnek a különböző árnyalatai, tehát tényleg jó, és tényleg megéri felmenni, de ez megint szerintem az egyik legkönnyebb túra egyébként az összes közül. Igen, ez megint ugye egy másik szögből. És akkor itt volt az, én itt találkoztam amúgy először a tehenekkel, de nem is tudtam, hogy ilyen létezik, hogy ilyen kis... Ugye vannak ezek a kapuk, amiket így ki kell nyitni, átmenni rajtuk, és akkor bezárni. Tehát én nem tudtam, hogy ilyen van, és akkor először megálltam, hogy jó, akkor ennyi volt, nem lehetett tovább menni, és akkor mutatták mások, hogy ezt csak ki kell nyitni, és át kell rajta menni. Szóval megint azt, hogy nézzünk előre utána annak, hogy hol megyünk, és akkor nem lesznek ilyenek. És akkor én például itt azt csináltam, hogy megálltam a kapu mögött, megvártam, még jöttek körülbelül 5-en rajtam kívül, és akkor együtt mentünk át a teheneken, mert tehát így nézett ki az út. Hogy így tehát konkrétan ennyi az út, szóval hogy én is alig félek el rajta, meg még ott állt 10 tehén rajtam kívül, és így nyilván a tehén az nem fog arrébb válni. Mint mondjuk egy ember, aki jön szembe az utcán, hanem ő ugyanúgy, hogy próbálok mellette elmenni, közben nem ráásni a tehénre, a tehén csak így néz rám, hogy neked mi bajod. Szóval, hogy azért nagyon cukik meg minden, de nem olyan jó, amikor túl közel kerülünk hozzájuk. És akkor a következő, most egy picit puskázok megint, hogy melyik lesz az. Igen, a következő az már a... Az is van. Igen, az ő.
Ugye ez az a hegy, amit mondtam, hogy amit megláttam a prospektusban, így a modern 21. században, és ami alapján eldöntöttem, hogy akkor én ide szeretnék menni, és ugye ez a hegy, amit ez a Grünten az a neve, ilyen 1737 méter magas, ha jól emlékszem, ugye őt az Algoj őrzőjének is szokták mondani, hiszen ez az első hegye az Algojnak, és akkor ezért is szokták mondani, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon tipikus túraútvonal, hogy oda fölmenjünk, és akkor egyik irányból majd lehet látni, hogy gyönyörűen a síkságot látjuk, a másik irányból pedig a hegyeket. Tehát tényleg egyébként egy tök nagy élmény. Fölmenni már kevésbé élmény, tehát amikor fönt van az ember, az nagyon jó, fölmenni kevésbé élmény, ezt anyáik egyébként tudják bizonyítani, mert őket felrángattam a 35 fokban ennek a hegynek a tetejére. És nyilván akkor volt az, hogy a legmesszebbi parkolóban sikerült megállni, mert megláttuk az első parkolóhelyet, akkor nekünk ez tök jó lesz, volt 10 másik viccet félretéve. Szóval, hogy amikor elértük az első parkolót, én még 45 percig sétáltam le az utolsó parkolóban, mire végre sikerült a kocsit megtalálni, és ugye ugyanannyiba került volna, hogyha 2 kilométerrel arrébb állunk meg, úgyhogy azért mindent megtanul az ember a saját kárán. De ez a hegy tényleg nagyon ikonikus, tehát bárhol megyünk, biztos, hogy valamilyen irányból ott lesz, valamilyen irányból nézni fog. Ha másik hegyre fölmegyünk, akkor is őt látni fogjuk szembe. És ugye az is nagyon jó benne, hogy van a tetején az a kis kilátó, ami miatt ugye könnyű is megismerni. És ami még szerintem baromi jó, és egyébként az egész Algojra tökre igaz, hogy vannak olyan hegyek, amikre vannak ezek a tök jó sífelvonók, amivel föl lehet, mert nem tudom, háromszor le kell róluk szállni. Viszont nem tudom, hogy aki járt nyáron Svájcban, azt gondolom, hogy tudja, hogy nagyon jók ezek a hegyek, és nagyon szép a kilátás, hogy az a töménytelen mennyiségű turista, amikor Svájcba is elmentem, és mindenhol körülöttem az amerikaiak az ő saját maguk stílusában, baromi, tökre szeretem az amerikaiakat, tehát most nem úgy mondom, hogy tök hangosan kiabáltak mindenhol. Mondjuk arrébb sétálunk 300 métert a fő éttermektől, és senki nincsen, szóval azért ott is benne van, de az a nagyon jó ebben a hegyben, meg amíg mutattam, hogy egyikre sincsen ilyen sífelvonó, szóval nincsen az, hogy XY turista fölmegy azért ilyen kis ruhában és magas sarkóban, és ez tényleg van, aki ezt csinálja, hogy csináljon egy fényképet, hanem oda az megy föl, aki hozzád hasonló féleképpen felmászott. Szóval hogy ezek ezért is nagyon-nagyon jók. Egyébként van, tehát van kb. Egy ilyen 4-5 ilyen sífelvonó szerintem, amiről én tudok ezen a környéken, viszont mindegy baromi drága, tehát hogy az ilyen legalsó állomásként 50 euró a jegy egy irányba, szóval mondjuk nem tudom, nekem annyira nincs is motivációm ezek után azokra felmenni. És akkor ugye említettem ezt a kilátót, ez az, amit tényleg a tóból fürödve lehet látni, az ablakomból lehetett látni mindenhonnan, ugye róla beszélünk, ezt felülről. És akkor ugye nagyon jó érzés, amikor, itt is ott van a kis kilátó, ugye nagyon jó érzés, amikor az ember sétál, és akkor azt gondolja, hogy már milyen régen úton van, már mindjárt ott leszünk, és akkor így fölnézek, de már úgyhogy nyakam az majd kimeredt közben, és akkor látom, hogy igen, akkor oda megyek, ott van a kilátó. Szóval azért az akaraterő, az itt legalábbis nekem kellett, meg ahogy ugye a gyerekeket láttam, amikor velük mentünk fel nekik is. Bár azért könnyebb volt 15 fokba fölmenni, mint 35 fokba, azt így leszögezhetem. Viszont ami nagyon érdekes, hogy itt is, én nem tudom egyébként, hogy a németeknél, tudjuk, hogy nagyon szeretnek túrázni, nagyon szeretnek biciklizni, de hogy én nem, tehát hogy mondjam, egy kicsit néha szégyellem magamat, akkor látom, hogy az ilyen tőlem jóval idősebb német, nem tudom, baráti társaság, úgy megy föl, hogy én félreállok, mert ők megelőznek engem fölfele, mert vagy volt olyan, mint egy ilyen kis egy nő így ugrált le a hegyről, de úgy, hogy én nekem attól kiment a bokám, hogy néztem, hogy ő mit csinál, és akkor egy nagy mosolyogva integetett, és akkor ment le mellett. Tehát hihetetlen emberek vannak egyébként ezeken a környékeken. És igen, itt azért jobban az van, bár attól függ, hogy melyik úton megy az ember, de itt azért jobban az van, hogy inkább az erdőben megyünk, ugye inkább csak néha egy foltba látjuk a hegyeket, és akkor várjuk, hogy majd milyen szép lesz, amikor fölérünk. De ez is abszolút megéri. A tetején nagyon szép sziklás, szóval itt még tök jól lehet azzal szórakozni, hogy melyik szikláról ülünk ki, hol csinálunk képet, de gyönyörű, és innen is egyébként körülbelül mindent belátni. És akkor ez az, amit mondtam, ugye, hogy az egyik irányban gyönyörűen a hegyeket lehet látni, a másik irányban pedig ugye ezt a szép, hát lényegében ez így a többi Németország, amit így gondolnánk, hogy Németország a térkép alapján. És most nem is tudom, hogy mennyire látszik. Talán ezen nem látszik, de hogy amikor ott voltam, a múltkor megszámoltam, tehát körülbelül ilyen 20 tavat számoltam, amennyit így a fejem mozgatása nélkül beláttam, tehát
baromi sok tó van. Hát ugye vannak az Instagramon ezek a mémek, hogy a németek és a nyáron a jéghideg tóban való föl, és ez egyébként teljesen valid. Tehát, hogy annyira sok tavuk van, hogy ezek teljesen valid dolgok, és amúgy bárki ezeket a videókat látja, 100%-ig úgy van. Tehát ez tényleg, tehát aki tudja, hogy miről beszélek, baromi igazak. És amit egyébként nagyon tudok ajánlani mindenkinek, az a piknikezés. Ugyanis van a tetején egy ilyen vadász emlékmű, ahol egyébként Magyarország is ki van emelve, neki sztoriát egyébként én sem tudom pontosan. De tök jó, hogy az ember vállalja, hogy felcipeli ezt a baromosok haját, akkor nagyon jó pikniket lehet csinálni, ugyanis le lehet ülni ilyen tök jól megcsinált padszerűségek vannak, amúgy baromira fúj a szél. Viszont nagyon-nagyon jó piknikhely. Igen, ezt csak azért tettem, mert ez nem tudom, szóval olyan jó kis kép, olyan jól látottam, ahogy szegényke a valamit, nem tudom, biztos, hogy legyet próbál, amiket baromi sok légy van ezeken a teheneken, hogy próbál lenyolni magáról. Igen, és akkor ez az egyik kedvenc videóm, ugyanis én mindig azon gondolkodtam, amikor akárhol, akár Svájcba, akár itt, ugye néztem így a hegyoldalba a teheneket, hogy amúgy ezek a baromi nagy testükkel, ők hogyan mennek föl a hegyre. Nos, hogy hogyan mennek föl, azt azóta sem tudom, hogy hogyan jönnek le, azt igen. Ott van egy kis tehén bébi, most nem tudom, hogy itt miért akadozik. Na mindegy. De hogy egyébként ők könnyebben lejönnek, mint mi. Tehát az a durva, hogy amennyire nagy test, jó, nyilván nekem 4 lába van, nekem meg 2, de hogy amennyire nagy teste van, meg amennyire buta feje van, annyira ügyesen lejönnek egyébként a hegyről, hogy tényleg, tehát egy lakalappal. És akkor most tudom melyiket. Igen. És akkor következőleg, ide, hol is vagyunk, igen. Következőleg erre a részre fogunk jönni, ugye mondtam, ez az Oberstdorf, ez amúgy nagyon híres olyan szempontból, hogy itt lehet mindenféle nagyon fancy programokra elmenni. Tehát ezt szokták az ilyen turista út, tehát az ilyen nem tudom, hogyha valaki mindez egy hét az Algolyba, vagy ilyesmi, ezt szokták mindenhol ajánlani, hogy menjünk el Oberstdorfba, egyébként semmi nincsen Oberstdorfban, ezt így megsugom. Viszont ott lehet, tehát ott vannak ezek a sífelvonók, vagy nyilván a turisták is ezzel együtt, ott lehet ilyen mindenféle, szoktak, azt hiszem, hogy szoktak ilyen ejtőernyős ugrásokat is csinálni, meg nem tudom, tehát rengeteg az olvastam, ott lehet ilyen mindenféle nagyon jó programokra elmenni, de nem is ez a lényeg, hanem Oberstdorfnál van ez a kettő tó, ezek is ilyen kis hegyi tavak, viszont ugye ő itt ilyen, ez az alsó, ő azt hiszem, hogy 1800 méteren van, ő pedig a felső 2000 méter körül van, és akkor úgy lehet felmenni a Nebelhornra, meg a Rubihornra, ami két ilyen nagyon híres hegy, amit szintén ilyen minden irányból látni. Na, az, ahova egyébként megy fel a sífelvonó, és akkor azok vannak ilyen 1200 méteren. Ugye itt látszanak a... Tehát ugye itt lehet feljönni az alsótóhoz, felsőtóhoz, és akkor onnan lehet elönteni, hogy melyik csúcsra szeretnénk. Na most én eredetileg egyébként úgy terveztem, hogy majd ide megyünk, vagy legalább ide megyünk. Na most ennek az lett a vége, hogy ugye az én jó túracipőm, a túraútvonal, meg az időjárás azok nem voltak nagyon szinkronban. Ugyanis ilyen út vezet egyébként föl a tavakhoz, most az alsóhoz, a felső az már normálisabb. De az alsó, tehát nem tudom, 2 órán keresztül ilyen sziklákon kell menni, ami tök jó, mert tök érdekes, meg tök izgi. Mondjuk amikor a patak keresztül folyik rajta, akkor majd a kevésbé izgi, pláne, hogyha az emberek olyan cipője van, mint nekem, ami ugye baromira csúszik rajta. Szóval ezért ide tényleg nem árt a felszerelés, meg most valahol ki is van írva, vagy lehet, hogy ez nem tudom, hogy itt van, de valami ki is van írva, hogy csak akkor folytassa az ember, hogyha van normális felszerelése. És ez is ilyen tök szépen indul egyébként, bár itt panoráma nincsen, ilyen hegyoldalakat lehet nézni, hogy ahogy az ilyen sóder jönne a hegynek az oldalán, meg hogy a sziklának a különböző színei. Tehát amúgy ez is valami szép, de ez nem egy panorámás útvonal. És akkor ilyen normális úton elindultunk, normális időben természetesen. És akkor utána az idő is áramlott, meg ugye az út is áramlott, és akkor ilyen, amit ugye az elején is mutattam, ilyen sziklákon másztunk igazából 2 órán keresztül. Azért, hogy igazából mi csak tehát az alsótóig jutottunk fel a felsőt, mert nem vállaltam volna be, mert már elkezd szakadt az eső, nem tudom mennyire fog látszani a videón, de szakadt az eső egyébként nálunk végig. Meg annyi egyébként, hogy ezt azért is így próbáltam meg valahogyan megörökíteni, mert
Mert nem tudom, nekem az volt a problémám egyébként itt, hogy ez tök szép volt, meg tök érdemes egyszer megnézni, viszont ugye annyira közel megyünk a tóhoz, hogy nincs az a szép panoráma, hogy mondjuk nem tudom, felülről megnéznénk, és akkor jaj, de szép, hogy ott van alattunk a tó, hanem itt tök jó, elvisz az útvonal a tó mellé, de hogy így akkor nem igazán látunk semmit. Szóval ez a hegy, ami mögötte van, ez tök jó, de mondjuk ez nem tudom, talán már nincsen annyira jó, mint a többi. Viszont aki még nem látott ilyen magas egy itabat, egyébként annak meg tök jó, tehát én sem láttam előtte, szóval, hogy ilyen szempontból tök jó volt, és akkor itt lehetne így hátul felmászni, itt van valahol a felső. Említek a felső egyébként szebb, de ugye én oda nem jutottam már sajnos. Vagy nem tudom, hogyha valaki szeretne visszamenni, én tök szívesen visszamennék a felső, szóval az jó lenne még egyszer, és akkor az utolsó, az azt hiszem, ami lesz, igen. Zárásként ez már egy kevésbé túra, meg ez nekem sem annyira a szívem csücske, viszont nagyon-nagyon híres. Ez a Brechtaknak nevezető ilyen, hát ez is igazából ilyen áttörésnek lehet mondani, hogy egy folyó a sziklákon keresztül folyik. Ez itt van Obersolfalati, körülbelül itt ez a rész. Hát ez a tipikus belépős kiépített tömeg van, tehát egy irány, én nem tudom, ilyet még nem láttam előtt, hogy egy irányosítva van nem is azt mondom, hogy túraútvonal, de ez az útvonal, amit meg kell tenni, még ilyen színekkel ki van jelölve. Mi egyébként eltévedtünk rajta hozzátenni, vannak ellenére. Tehát megtettük az egészet háromszor, mert nem találtuk a kijáratot, és akkor kiderült egyébként a tök egyértelmű kereszteződésben, hogy baromi nagy betűkkel ki van írva, hogy parkoló, akkor a parkoló irányába kellett volna elmenni, és nem a másikba. Úgyhogy így a másfél órás túrában lett olyan 4 órás. De nem, mert legalább háromszor láttuk az egészet, szóval tök jó volt, meg háromszor ránk szóltak, hogy amikor ki van írva, hogy ebbe az irányba menjünk, akkor mi azon ne visszafelé jöjjünk. Na, de akkor miről is beszélek? Tehát itt igazából a színek, tehát a színek az baromi szép, csak ugye nagyon sokan vannak ezzel a probléma. Hát egy körülbelül ilyen hangulatot elkezdeni. A hangja egyébként még nagyon jó, mert ugye nagyon gyorsan folyik a víz, és akkor be vagyunk zárva itt lényegében a két cikla közé, és nagyon jól visszaveri a hangot. És hát barom hideg, tehát tényleg ilyen 10 fokos a víz, ugye itt erről van egy videó, és csak azt nem akartam betenni, baromi gyorsan megy le a víz. És itt látszik, hogy mennyire szép színek vannak. Ugye ez nem az Iller, ez nem tudom, milyennek a folyónak a neve, de ez nem az Iller, tehát nem ugyanaz, ahol a bicikli út is megy. Azt hiszem, hogy ez folyik bele abba. És ami nagyon jó egyébként, hogy így ennyivel van ugye kijelölve, hogy akkor itt már Ausztriában vagyunk, és tök jól lehet, hogy megy az út is, hogy egyik pillanatban Ausztriában vagyunk, a másik pillanatban Németországban vagyunk. Megint Ausztriában, megint Németországban, szóval ez még mindig annyira, nem tudom, jó pofának tűnik nekem. És igen, egy ilyen, ez csak így, ez egyébként az utolsó előtti kép. Ez egy ilyen kis szuki gomba, amit én még életemben nem láttam egyébként ekkora nagy ilyen gombát előtte, és nem csak egy volt, hanem egy csomó volt ez az út szélén. És ez így, szerintem, hogyha egy dolgot mondanék, hogy mire emlékszem az egészből, akkor ez a gomba lenne, szóval ezt is gondoltam, hogy feltétlenül meg kell róla emlékezni. És akkor így a végére, ez nem az én képem egyébként, ezt csak azért szeretném betenni, mert ez egy olyan hely, ahol én sem voltam még, viszont nagyon-nagyon bakancslistás. Tavaly is bakancslistás volt, most is bakancslistás, de azért nem... Tehát azért nem mentem el oda, mert ezenek Schregzi egyébként az a neve, és ugye ez Németország legmagasabban fekvő, és egyébként ilyen mindenféle statisztikák szerint, ugye a legszebb tavaly, és még tényleg valami szép. Ugye tök jó, hogy itt van egy ilyen kis, lényegében kis sziget a tónak a kellős közepén, és ilyen bő 2000 méter felett van. De mondjuk már ez az a kategória, ami annyira megközelíthetetlen, hogy van egy parkoló, ahonnan egyébként méregdrága busszal kell elmenni, valahova, ahol átkeszen egy másik méregdrága buszra, azért, hogy elvigyenek a kezdő útvonalához, ahol tényleg itt is, meg egyébként a Grüntennél is, tehát annál a nagy kilátós hegynél is, tehát ilyen úton kell felfelelni. Szóval, hogy ezeknek a túráknak a nagy része, és ez erre is igaz, ennek nagyon sokat utána olvastam, igaz, hogy nem tudom, a táv nem sok, mint 8 kilométer oda-vissza. Szóval, hogy azért 8 kilométert Budapesten lesítálok, hogyha elmegyek bevásárolni. De hogy az 1000 méter szint, amit ugye mellé ír, abban is most először belemondok, hogy most 1000 méter szint mennyi lehet, megtettem már 100-at, már csak 9-szer ennyit kell megtenni, ez azért az sok. Tehát főleg amikor, ugye nem az annyi, most megyek egy, nem tudom, egy kilométert ilyen kis laza, lejtős, laza emelkedős helyen, és akkor utána mászok 300 métert, majd megint egy kicsit pihenek, nem. Tehát 4 kilométeren keresztül ilyen út lesz, és akkor gondolja az ember, hogy na most akkor
egy, nem tudom, egy picit pihenünk, mert ott olyan normálisan tűnik, akkor általában az azért van, mert nem arra kell menni. És akkor szerintem, igen, ennyi is volt, akkor így még nem tudom, háttérnek berakom ezt az eredeti kezdőkövet. Nekem még itt ez a kedvenc képem, szerintem az annyira szép. És még így zárógondolatnak annyit, hogy amikor előre a túráról visszaérkeztem, és így mutattam a többieknek, kérdezték, hogy hol voltál egészen, mutattam, hogy ja, hát itt voltam elmentem, és mindenki teljesen el volt erre, hogy úristen, hogy ilyen hely létezik, és hogy ez itt van, ezek ugye magyarok voltak, hogy ilyen hely létezik, és hogy ez most itt van mellettünk, tényleg egy fél óra autó, tehát hogy ennyire nem tudják egyébként így az én környezetemben az itteni emberek, hogy ez létezik, szóval nem tudom, remélem, hogy azért néhány ember sikerült már, meg remélem, hogy titeket is sikerül meggyőzni arról, hogy látogassatok el ide, mert amúgy ez egy nagyon jó hely. Úgyhogy nem tudom, hogy van esetleg valakinek kérdése, vagy ilyesmi, meg egyébként, hogyha nem tudom, valami, most nyilván, hogy egy sok nevet meg helyet mutogattam, de hogyha még valaki tényleg úgy dönt, hogy elmenj, akkor írjatok nyugodtan, Facebookon megtaláltok, Instagramon megtaláltok, mindenhol megtaláltok. Mert nekem mindegyik megvan, hogy hol kell parkolni, pontosan melyik az az útvonal, amit mentem, szóval, hogy írjatok nyugodtan, elküldöm, mert sokkal kevesebb idő úgy. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.